Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérem szépen, előző tegnapi videómhoz jött hozzászólás egy Stitanit nevű úriembertől. Üzenem neki, hogy hagyjon békén a baromságaival. Éppen elég baromságot mondott, ötöset én itten, nem kell még az övével még ezt dusítani. Úgyhogy éppen elég nagy az internet, elférünk rajta mind a ketten a saját baromságainkkal. Nem kell ezt még összegyúrni a kettőt. Na, szóval erről ennyit. Hagyjon békén a faszomba. Na, aztán. A YouTube-on hallgattam egy interjút három vérlipsi riporter esett neki a Toroszkainak. Valami ilyesmi volt a dolog lényege, hogy vajon a magyar nemzethez tartoznak-e a cigányok. És próbálták hát lenyomni a Toroszkait, aki mondjuk csípőből keresztbe megette őket. Szóval ha van három tehetségtelen barom, valami Klug Emilia, Vicsek Ferenc, aki úgy ismert ember, meg volt ott egy harmadik ökörtör, ismeretlen nagyjából, senki háziak, mind. Hát elég gyenge produkciót adtak elő. Na, szóval Toroszkai állt a sarat, nem is kicsit, és jól vette a három hülyének a próbálkozását csípőből hárította. Na jó, hát ez rendben volt. Ez rendben volt. Ugyanakkor láttam egy másik felszólalását Toroszkainak ezekkel a úgynevezett hazafiakkal, akiket ugye ez a budaházi féle csapat, akiket lecsuktak terrorizmusért, meg mit tudom én, ilyen magyarság ellenes dolgokért, és hát nagyon jól megmérték nekik. Nagyon keményen megmérték. Ilyen nagyon sok évet kaptak. Ezek voltak azok egyébként, akik megverték a Csintalant annak idején. Hozzáteszem, az egy rendkívül gusztustalan és elítélendő dolog volt. Azért önmagában azért kimértem volna 5 évet. Nem mintha a Csintalan nagy kedvencem lenne, na de azért ne jussunk már el odáig, hogy aki nem tetszik a politikai nézete, akkor verő emberek pusztán azért, mert erősebbek, egy öreg embert agyba főbe vernek. Na, hát azért innét induljunk ki. Tehát egy 5 évet simán kimérte volna ezért rájuk. Ettől függetlenül összességében azt, amit kapta, soknak tartom. Véleményem szerint már most, amit leültek, azt a többit el kéne nekik engedni, és egy köztársasági kegyelemmel szabadulnának, akkor azt mondanám, hogy jó, rendben van a dolog. Én szerintem, amit eddig leültek, az már elég nekik. Tény az, hogyha még egyszer próbálkoznak, akkor azt oda nyomni nekik, amit a végtelen. A végtelent is. Szóval az univerzum összes évét oda nyomni nekik. Még valami próbálkozás lenne, de ezt most már egy köztársasági kegyelemmel szerintem meg lehetne oldani. Na. Szoktam belehallgatni egy bizonyos a jobb oldal által, a szélső jobb oldal által túlhájpolt bizonyos Drábik Jánosnak a eszmefuttatásaiba. Hát jobb, ha nem minősítem.
jobb, ha nem minősítem. Fuha. Fuha. Ez pontosan ugyanaz egyébként, az ilyen emberek, akik ilyen összeesküvés elmélete, meg háttérhatalom, meg a faszom tudja micsoda, a ufókok, meg a Marsról jöttünk, meg stb. Ezeket tolják. Ezek semmibe sem különbek, mint a nagyon jól hangzó ideológiák és eszmék, hogy baromi jól hangzanak, csak a gyakorlatban nem átültethetők. Tehát az nem így van a gyakorlatban. Mindegy, én semmire nem tartom, ez az én véleményem. De ilyen önjelölt ideológia szolgáltató, ebben tele van az internet. Múltra valami Posta Imrét, vagy kit hallgattam, akkor is leadottam a kalapomat és megtapostam. De tele van az ilyenekre az internet. Fúha. Amiről még beszélnék, egy kis másik megvilágításba helyezném ezt az ukrán-orosz háborút. Kérem szépen, mikor Oroszország szétesett, több tízmillió, nem tudom pontosan mennyi, de több tízmillió orosz nemzetiségű állampolgár került a leszakadt államokhoz. Talán Ukrajnához a legtöbb, de Fehér Oroszországhoz, a balti államokhoz, a ilyen Isztán, Kazasztán, Tadzsikisztán, Ürgyeisztán, mindenféle országhoz, mindenhova, Grúziához, de sok helyre, óriási volt a keveredés Szovjetunióban, népeket költöztettek át. Hát mindenhova jutott orosz. És senki, gyakorlatilag, ugye megvolt az a hallgatólagos megállapodás, hogy ne baszogasd az oroszt. Ezt nagyjából mindenki betartotta. Az oroszok nem akartak elszakadni, nem akartak önálló köztársaságokat, ilyen-olyan izét, egészen addig, amíg el kell nem kezdték őket Ukrajnában mondjuk írtani. Akkor kezdett csak a Donbass és a Luhansk szakadár köztársaság lenni, amikor őket 2014-től, vagy akár addig is hátrányosan megkülönöztették, és elkezdték írtani. De most lépjünk ezen túl. Magyarország elvesztett az első világháborút, jött egy Trianon, elvették kétharmadunkat, meg 5 millió magyart lecsatoltak környező országokba. Felteszem a kérdést, ismerve az elmúlt 100 év magyar ellenes tevékenységét minden környező országnak. Minden környező országnak. A csehszlovákoknak, a szlovákoknak, az ukránoknak, románoknak, szerbeknek, talán ez alól kivétel, talán valamennyire esetleg a osztrákok, mindegy. Felteszem a kérdést. Ha Magyarország olyan nagyhatalmi pozícióban atomfegyverekkel kitömött ilyen katonai hatalom lenne, mint Oroszország, akkor ott lennének-e a határok, ahol most vagyunk, vannak, vagy már régen visszacsatolta volna az összes elcsatolt részt? Ezen gondolkodjon el valaki. Oroszország nagyhatalom, erőpozícióban van, és egész egyszerűen megvédi a külföldre szakadt állampolgárait, nemzettestvéreit, maradjunk úgy, maradjunk egy nemzetiségeit, saját nemzetiségeit. Na, maradjunk ennyire. Egészen még azt is eltűrte nagyon sokáig, ugye, hogy írtsák az oroszokat,
Csak annyit tett, hogy magához csatolta a Krímet, a legnagyobb oroszlatta részt. Később még mindig mozdulódtak, írtották őket, aztán akkor Donbassnak egy kis részét valamelyik még magához rántott, de viszonylag béke volt, egész addig, amíg a folytatódott az orosz nemzetési iszonyatosan tisztességtelen nyelvtörvény hoztak. Ütötték, vágták az összes nemzetiséget, a lengyeleket, az oroszokat, a magyarokat, a románokat, a ruszinokat, mindent, akit értek. Holott abban az országban az ukránok voltak pontosan a kisebbség. Pontosan a nemzeti kisebbség, akiből talán a legkevesebben voltak, az ukránok. Az összes többi nemzetiség összességéhez véve. Tehát van egy ország, amiben van rengeteg nemzetiség, és az egyik az próbálja a saját nacionalista törekvéseit vel elnyomni az összes többit. Tudom, meglengedték a NATO való belépésnek a szándékát, akkor azt mondta Putyin, hogy na, akkor most akkor ez elég a Virchow-ból. Meggyőződésem, hogy Zelenszky, ha hasonlítani kellene valakihez, akkor Szálasihoz hasonlítanám. Ugye Szálasi is odadobta, tudta mindenről, hogy a háború elveszett, és ahelyett, hogy feladta volna mondjuk például Budapestet, odadobta az oroszoknak, az enyészetnek, a rombolásnak. Ugyanezt tette Zelenszky. Ugyanezt tette Zelenszky, elmebeteg módon a mai napig reménykedik abban, hogy ő győzni fog. Én azért megtenném vele azt, ami van egy ilyen nagyon híres fénykép, de egy leghíresebb magyar fénykép, amikor Szálasit kivégzés előtt kivitték a Dunapartra, és a lerombolt várost, a lerombolt, lerombantott hidakkal megmutatták Szálasinak. Mielőtt kivégzik. Megmutatták neki a várost, hogy hova vezetett az esztelen győzni akarás, ami akkor már reménytelen volt. Na most Zelenszkynek is megmutatnám azért Mariupolt, meg néhány várost, mielőtt a kötél megszorul a nyakán. Neki is megmutatnám. Semmivel sem magasztosabb az ő tevékenysége, vagy menthetőbb az ő tevékenysége, mint Szálasié. Pontosan ugyanaz. Pontosan. 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 Magyarország annak idején megtámadta Oroszországot, Oroszország legyőzte Magyarországot, és amikor már az látszott, hogy győzelemnek a magyar oldalról, vagy német oldalról győzelemnek esélye sincs, akkor még Budapestet odaadották nekik. Na. Szóval... ez borzasztó egyébként. Ez borzasztó. Ami ott történik, iszonyatos sok emberáldozat, civilek, rengeteg ember, aki ott hagyta javait, elmenekülni kényszerült, idősek. Hát a fiatalok még nyugaton fognak boldogulni, felépíteni egy új életet, de azért menekülnek oda az idősek is. Vagy ott maradnak és meghalnak. Borzasztó. Borzasztó háború egyébként. Borzasztó háború. Borzasztó.
És hát az ukrán rész az meg külön megér egy misét. Ugye beismerték most már, hogy hazudtak, és nem volt olyan, hogy orosz katonák ukrán nőket megerőszakoltak. Ez hazugság volt. Pusztán azért tették, hogy részvétet gyergesztenek magunknak nyugatról, nyugat felől. Nagyon nem csodálkoznék, hogyha azokat a katonákat, akiket úgy állítanak, hogy az oroszok végezték ki azokat a civileket, akiknek ott megtaláltak, ott mit tudom, milyen városban. Na, tudjátok, miről van szó, melyik városban. Találtak ilyen sírrödörben kivégzett civileket. Nagyon nem lepődnék meg, hogyha kiderülne, hogy a harcokban elesett, vagy lerombolt házak alá szorult polgári lakosokat, akik meghaltak, azokat állították, preparálták úgy, hogy úgy tűnjön, hogy oroszok végezték ki őket. Nagyon nem lepődnék meg. Mert amúgy baromira csönd van arról a dologról is például. Ugye? Szóval volt itt néhány dolog azért. Ott volt ez a Vali nevű mesterlövész. Elment Oroszországba, akkor elment Ukrajnába, hogy ő a nagy mesterlövész, aztán hazament, állítólag kettő lövést tett, figyelmeztető lövést valahol, senkit nem lőtt le, hanem hazament. Ennek valami oka volt. Állítólag az volt az oka, hogy az ő gyereke nem akart, hogy az ő gyereke elfelejtse őt lófasz, akkor nem ment volna oda. Duma. Akkor nem ment volna oda. Ez akkor is fennállt, tehát a gyerek akkor is megvolt, akkor elindult. Ott valami történt, és rengeteg zsoldos hazament egyébként. Ukrajnában rengeteg zsoldos hazament. Akik oda mentek harcolni. Ennek valami oka van. Ez nem semmiért történik. Az ilyen. Na. Szóval azon kell elgondolkodni, hogy Magyarország mennyivel lenne különb, hogyha az elszakadt részeken ugyanilyen sérelmek érnék a magyarokat, mint ukrán részről az oroszokat, és Magyarország olyan hatalmi pozícióban lenne, mint Oroszország. Másképp tenne. Ugyanezeket a dolgokat, amit Oroszország megtett, ok nélkül megtette az USA, Anglia, Irakban, Szerbiában, Líbiában, és lehetne sorolni a végtelenségig. Na. És ott még ott sem volt rá. Na, szóval erről ennyit. Borzasztó dolog egyébként a háború. Ez. Csak gondoljatok bele a következőbe, katona vagy, és egyetlen embernek tartozol felelősséggel a felettesednek. Senki másnak. Na most a felettesed, ha nincs a közelben, akkor te élet-halál ura vagy. Tehát ha te katona vagy, és bevonultál egy faluba, akkor ott gyakorlatilag azt teszel minden anyagi javakkal és minden emberrel, azt teszel, amit akarsz. Azért ez egy, és ez ugye, azért ez, az emberek nem egyformák. Láttak ezt a szamaszt, és hát ugye volt az a nagyon híres kísérlet az amerikai
egyetemben, hogy kiválasztottak hallgatókat, és egyik héten a hallgatók egyik fele volt rab, a másik fele börtönőr, és a következő héten cseréltek. Be kellett szüntetni a kísérletet, mert megölték volna egymást. Megölték volna egymást. Ugye az egyik kibaszott a rabbal, a rab meg ugye jövő héten az úgy volt vele, majd akkor jövő héten én jövök, az jobban kibaszott vele, ebben az aki őzőr volt, és ő vele kibaszott. Aztán ez így generálta egymást addig, amíg már majdnem megölték egymást. Szóval az embert, iszonyatos az emberi természet ilyen szempontból. Iszonyatos. Na jó, hát erről együtt egy előre. Mai reggelim, kérem szépen, feleségem által az éjszaka csinált Domino pizzériából származó pizza tészta pestóval. Meg kicsit felturboztam két csirkeszárnyon, de hát az egy mellékbe tolom. Anyádat. Na. Olyan forró, basszátok már, mint a mosolyt volna ki. Pesto az valami mediterrán vidékeken honos, általában Spanyolországban, ilyen, vagy Olaszországban, ilyen zöldfűszeres, vagy más ilyen füvekből, fűszerekből kreált. Nem mit mondják rá? Nem mondom, hogy kréma, nem olyan, mint a kréma. Füvekbe árulják. Többféle ízesítése van, zöld színbe, sárgába, pirosba. Mikor mit teszem bele? Elég határozott íze van, nagyon sorra nem szeretik. Elég maltás ízi valami.
sok mindenre lehet használni egyébként a pestót. Én szoktam azt csinálni, hogy ha főtróbászt vagy sültróbászt vagy vizslit, főtvizslit csinálok, akkor belemátorodom a pestóba mustár helyett. Ilyen kolbászféleség, már nagyon régen nem mustárt használok. Itt annyiféle finomabbnál finomabb szósz van. Hogy van vagy 5-6 féle szósz, nem választok belőle éppen melyiket használom. Egy ilyen tekercszerűség. Azt mondja a feleségem, hogy ez most van új terméke a Dominónak. Jó reggelt! Megjött a lóvé. Megjött? Már persze. Már tegnap este küldték a üzlet mindent. Mindent. Ilyen korra cég, komem. Ma milyen nap van? Kedve szerve? Ked. Ked. Holnap kapod az üzenetet SMS-be, hogy pénteken nem. Ja. De küldték a pénztipet mindent. Korrekt. Korrekt. Töltsd le. Izé. Szuper. Mész most olyan, hozd már a dízelkulcsot. Köszi. After diesel push, please bring diesel key, please. Minden cégnek saját payment company van. Azt jelenti, hogy elmegy az ember valahol dolgozni, akkor be kell jelentkezni egy payment company-ba. Ez egy kifizető társaság, ez a neve. Ezek a cégek intézik a bérelszámolást. Cég leadja neki, hogy hány órát dolgozott a derékvens, ők pedig kiszámolják és kifizetik a bérét.
Na most. Előtte kell csinálni, mielőtt az embernek elvállalják az embert. Egy hosszú procedúrát kell csinálni, úgy hívják, hogy CIS Registration. Ha ezt nem csinálod meg, akkor nem 20%-ot vonnak le fizetésedből, hanem 30%-ot. A 10% különbség nem veszik el, mert egy év múlva adóelszámlásra visszakaphatod. Én csináltam már olyat, még valamik évek ezelőtt, hogy direkt nem jelentkeztem be CIS-re, és volt 10% megtakarításom minden fizetésből. Adóévvégén azt megkaptam. Volt ilyen. De majd lehet csinálni azt, hogy bejelent az ember, végig megy a procedúrán, és csinálj egy regisztrációt, és akkor csak 20%-ot vonnak le. Még abból is kap vissza, de csak 20%. Oké. És ezek a cégeknek kell küldeni neked, először is szerdán küld egy SMS-t, hogy pénteken mennyit fognak neked fizetni, hogyha netán észrevételed van, hogy tudjad korrigálni. Valamint kell, hogy küldjenek egy payslipet, ami egy bérlap arról, hogy mennyi volt a bruttó fizetésed, mennyi volt a 20% levonás, és mennyi az ő bérük, azért mert megcsinálták a béleszámolásodat. Az előző cégnél, ahol voltam az ügynökségnél, ott $20-21 volt a bére, minden héten 21 fontért csinálják a bérelszámolást, ami akárhonnan is nézem 8000 forint, sőt 9000 forint, sőt majdnem 10000 forint, majdnem 10000 forint minden héten azért, mert a bérelszámolásodat megcsinálják. Hasonló nem havonta, minden héten. Nem lett volna baj, de az előző cég, ahol voltam, ott nem küldték el a payslipet. Minden év végén adóelszámolástól könyörögnöm kellett, e-maileket írnom tízesével, hogy küldjetek már azt a rohadt tetvedék payslipet az egész évi, hogy az adóbevallásomat meg tudjam csináltatni a könyvelőmmel. Elküldték. Nagy nehezen. Ez a company, ez a payment company, amely ennek a cégnek a companya, de csak 16 fontot vesz le a bérelszámolásért, és minden héten e-mailben azonnal küldi a payslipet. Minden héten azonnal. De ez az ár egyébként, ez a 15-től 21 fontig terjedő árskála, ez minden payment company-nak a bevett szokása, hogy ennyit kérnek általában. Nem kevés különben, ha belegondoltok. Ez egy hónapban több mint 40000 forint. Több mint 40000 forint egy hónapban, csak azért, mert a béleszámolásodat megcsinálják. Ez brutál sok, de ezt nem lehet kikerülni. És ebből a cédet megjelenek baromi jól. Leesett a patentje ennek a tetvedéknek.
és hogy kidobom a rókázsak a csontot. Szóval így megy ez. Ez a szokás, ez a bevett gyakorlat itt. Ez a bevett gyakorlat. Kérem szépen. Na, kérlek szépen. Ennyit erről. Jó kis ebéd reggeli volt. Sok minden már ma nem történt. Két autó elment betonnal, vagy aszfalttal. Megkevertem némi betont. Ennyi történt ma. Kevertetni, hát van ott annyi beton, mint állat. Thank you.
Ja. Hát nem is tudom, mit mutassam már ma, hát nem tudom mutatni semmit, ennyi. ...rendszer, az irak hagyományos kereteinek teljes felborulása, a szabadság elvesztése és robotolás a gyárakban, a földeken vagy a kommunista idő. Na, hát akkor valamit csináljuk.
És az aszfalt, nem tudom ráállni, hogy arról hagyom az autót, közelebb raktam hozzá ide a test, és ide föl tudok ráállni, aztán innen rakom majd a teherautót. Mindenképpen jó, hogy az ember följebb áll, mert belelát a platóba. Thank you.
tudom, hogy a teherautó.